Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogy érzi magát. A harmadik kérdés pedig úgy hangzik, mit fog tenni irányodba az ő következő lépése. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt a válasz látható ezen a képen, ami szerencsét hoz. Tehát vannak nála jó ötletek, jó gondolatok, tervek, sőt, a szerencse azt is jelentheti, hogy boldog veled, tehát itt beköszöntött az ő életébe ez a szerencse. A második kérdés úgy hangzik, hogy hogyan érzi magát. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Itt a halak jelentik az anyagiakat, a pénzügyi dolgokat. Számára ez megnyugtató érzés, ha megvan a nyeremény, megvan a jólét, hiszen fontos számára a biztonság érzete. Sőt, itt ez a két kártya, a pénz és a szerencse, az tényleg jelenthet egy nyereményt. A halak nem csak a pénzügyi dolgokat jelentik, hanem a belső értékeket is. Te értékes vagy számára. Az is lehet, hogy ő téged szimbolikusan a birtokába szeretne venni. A harmadik kérdés úgy hangzott, hogy mit fog tenni az ő következő lépése irányodba. Itt látható egy levél, tehát jön egy hír tőle. Ez a levél jelenthet néha szerződéseket is, ebben az esetben itt anyagiakról van szó. Ami kettőtöket illet, várható, hogy ő jelentkezik nálad. És mi fűz össze benneteket? Ezt mutatja itt ez a kis kártya, és jelenti a szerencsét ugyanúgy, mint ez a négy levelű lóhere. Szerencsétek van, van egy szerencsés kapcsolat, de a szerencse beköszönt az anyagiakat illetően is, hiszen itt lesznek jó szerződések vagy nyeremény. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.